Következzen a Matek 2 Kalkulus 2 segédanyag utolsó fejezete, ami a többváltozós függvények integrál számításával foglalkozik. Nézzük, mi is volt az előadásom, ugye mi az elméletünk. Hát először is a függvényünk az csak kétváltozós lesz, és a halmaz, ami fölött kell integrálni, az a H-halmaz, az korlátos és zárt, amin a függvény ráadásul még folytonos is. Így az elméletből következik, konkrétan a Fubinitételnek hívják, hogy a integrálnak a meghatározás az nem lesz más, mint egymás utáni, mondjuk egyváltozós integrálnak a meghatározása, és az új alapvetően igazából csak az lesz, hogy ezeknek a határoknak a megállapítás. Jó? Na most rögtön az első feladatban nem is fog mással foglalkozni, csak a H-halmaz, amely most pontok segítségével van megadva, a H-halmazt határoló, hát itt háromszög vagy négyszög van szó, egyeneseknek az egyenleteit fogjuk megadni. Az újdonságban az lehet, hogy ugye nem csak úgy y egyenlő kifejezésként, hanem hogy az inverz x egyenlő y függvényeként is megadjuk, mert hát elképzelhet, hogy ugye fordított sorrendben fogunk integrálni. No, tehát kezdjünk is hozzá, itt van az első feladat, tehát ahogy mondtam, a három az egy háromszög, van nekünk a 0-0 pontunk, 2-3-1-2-1-2, ide teszem, 4-1, mondjuk ide teszem. Jó, tehát ezek a pontok persze, ugye nyilván ez zárt, és persze korlátos halmaz, és meg kell adni a határoló görbéknek az egyenletét, tehát alapvetően már csináltunk, ugye, amikor vettük a feltételes szélső értéket is például, de ez biztos, ami biztos, ugye hát egyenes egyenlet az y egyenlő mx plusz b alakban van, ahol az m a meredekség, vagy éppen középiskában azt is tudunk, hogy ugye az m az a tangens alfa, tehát hogyha forrázunk egy egyenest, és az a szög itt az alfa, ugye akkor ennek a tangensát, ezt fogjuk használni igazából, hogy miért is számolhatjuk úgy, a meredekséget, hogy számoljuk, hát ezt a bétát meg helyettesítéssel kapjuk. Na lássuk csak, hogy is van ez. Tehát mondjuk legyen ez itt az első oldal, második oldal, harmadik oldal. Menjünk sorba. Első oldal. Mi is van az első oldalon? Ugye ott az első oldal az a 0-0-2-3 pontokat összekötő szakasz tartó egyenesét kell megadni. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye itt akkor két egységen mozgunk fölfelé három egységet, jó, tehát akkor ugye már a tangens alfát kell meghatároznom, ez itt az alfa, akkor ugye azt tudjuk, hogy derékszögben háromszögben szemközti mozgva a szög mellettivel, tehát akkor ebből következik, hogy a m az, inkább tangens alfát írok, tangens alfa egyenlő 3-2, az ugye az az M. Tehát akkor innen kijön az, hogy az Y az egyenlő 3-2 X plusz B. Na most a B-nek a meghatározás még úgy történik, hogy ugye ezen az egyenesen rajta van mind a két pont, akkor nyilván mind a két pontnak a koordinátái kielégítik az egyenes egyenletét. Mindegy, hogy melyiket használjuk. Nyilván az egyszerűbbet használom, a 0-0-ásat, tehát hogyha beírjuk ide az x, illetve az y betű helyére ezeket az értékeket, azaz konkrétan a nullát, ugye 3-2-0 az 0, plusz b, akkor ebből meg tudjuk mondani, hogy hopsz, akkor nyilván azt jelenti, hogy a b az egyenlő 0-val, tehát ebben az esetben az y az egyenlő 3-2-x simán, és ahogy mondtam, szükségünk van arra, hogy ezt megoldjuk x-re is, nyilván egy átszorzással kapjuk, hogy akkor az x az természetesen az 2/3 y. Jó? Tehát megvan az 1-es, teljesen hasonlóan fogjuk megoldani a 2-est. A 2-es ugye az a 0-0-4-1-et köti, 0-0-4-1-et köti össze. Most nem akarok ilyen ábrát rajzolni, habár de is nem. Megcsinálom, hogy ez itt a 4 egység, mínusz 1, tehát így lefelé, akkor itt ez az alfa, tehát itt nyilván, és itt annyi lesz, hogy a szög
szögnél ugye mínusz egyen majd korrigálnunk kell, tehát akkor ugye ez azt jelenti, hogy itt ebben az esetben a tangens alfa az igazából ugye nekünk most azt fog mondani, hogy mínusz mellefelé jövök, tehát mínusz egy negyed. Jó? Tehát az y az mínusz egy negyed x plusz b, hasonlóan megint csak ugye b meghatározása, ez itt x, ez itt y, tehát akkor az az lesz, hogy 0 egyenlő 0 plusz b, b egyenlő 0 ebből az esetben is, tehát y egyenlő mínusz egy negyed x-et kapunk, tehát az x egyenlő mínusz 4y-nal. Jön a harmadik, az utolsó. Az utolsó harmadik, ugye az itt a 2, 3 és a 4 mínusz 1 pontokat összekötő. Tehát akkor itt ugye két egységen, ugye, akkor két egységet megyünk erre, akkor azt mondja, 3-ból lejön mínusz 1-re, tehát akkor az itt ugye 4, ugye ez két egység, 4. Tehát akkor ebből jól láthatóan kijön az, hogy lefelé jön, a tangens alfára azt kell írnunk, hogy itt ez mínusz 4/2, ez az mínusz 2, tehát y egyenlő mínusz 2x plusz b-nk van. Na most itt ebből az esetben természetesen nehezebb dolgunk van, hiszen nem a 0-0 pontot kell visszaértesíteni, hanem a 2-t meg a 3-at, tehát akkor 3 egyenlő, ugye az x az pedig mínusz 4 plusz b, vagyis a b egyenlő 7-ből azt kapjuk, hogy az y egyenlő mínusz 2x plusz 7. Na innen az x-et kell megkapni, ezt külön megcsinálom, itt y egyenlő mínusz 2x plusz 7, tehát y mínusz 7 egyenlő mínusz 2x, akkor mínusz 2-vel osztok, mínusz 1/2 y plusz 7/2, ennyi az x. Jó? Tehát mondom alapvetően, ennyivel több az egész, hogy megoldjuk x-re is az egyenlet. Jó? És akkor meg is van. Jó. Tehát ezzel megvan az A feladatunk. Hát a B-nél annyi csak a különbség, hogy most nem háromszögről, hanem négyszögről van szó. Tehát akkor nézzük itt ezt. Példát. Mínusz 2, mondjuk itt mínusz 2, 1, a 0, 3, azt mondja, hogy ez volt az 1, 2, akkor ez lesz a 0, 3, 2, 1, 2, 1, és van nekünk a 4, 2. Jó, most persze jobban, hogyha beírnem a koordinátákat, de nem felejtettem el, hogy itt ez, ugye ez itt a 3, az pedig a 2. Tehát alapvetően úgyis külön kiírjuk a koordinátákat, tehát nem lesz probléma. Na, és akkor nézzük, hogy egyes, kettes oldal, harmadik oldal, negyedik oldal, tehát ezek mind-mind-mind szakaszok, tehát megismételjük azt, az előzőnél tettük. Nézzük ugye az egyes meghatározása, ez a két pont, tehát ez a mínusz 2, 1, és a 0, 3 pont. Tehát akkor két egységen ugye emelkedik kettőt, tehát itt már rögtön írom, hogy akkor nyilvánvalóan az meredekség az 1, tehát y egyenlő 1 egyszer x plusz b, tehát ez azt jelenti, hogy bejelentesítjük ugye ide ezt, hogy ez itt az x, ez itt az y, akkor azt fogom kapni, hogy a b-re, tehát 1 egyenlő mínusz 2 plusz b-ből, a b az 3, tehát ennek az egyenesnek az egyenlet az y egyenlő x plusz 3-at kapjuk, és innen természetesen az x egyenlő y mínusz 3 adódik. Na nézzük a kettest. A kettesnél ugye az van, hogy a mínusz 2, 1, mínusz 2, 1 és a 2, 1 pontokat összekötő szakaszról van szó. Na hát itt ez ugye azt csinálja, hogy ez nem emelkedik, igaz? Tehát hiába mondjuk négy egységet arrébb,
jól láthatom, ez vízszintes párhuzam és az X-tengelye, tehát itt ebben az esetben a meredekség az természetesen nulla. Tehát ez azt jelenti, hogy értelemszerűen az Y az egyenlő B-vel, hát jól láthatóan nyilván az Y-korában mindig egy, de itt megint csak oké helyettesítéssel, X betű nincs is benne, nyilván Y lehelyettesítve egy egyenlő B, de ezt azért elhisszük azt, és hogyha valaki rögtön fölírja, hogy hát hopsz, ennek nyilván az Y azonosan, egyenlő egy konstans, egy függvényről van szó, ami nyilván azt jelenti, hogy ezt nem lehet X-re megoldani, jó? Tehát ennek a ugye speciális egyenletnek nincsen olyan alakja, hogy X mivel egyenlő, jó? Ez érdekes lesz, hogy a megoldás szempontjából is, de nem jelent be problémát, egyáltalán meglátjuk. Oké, no, hát akkor jön a harmadik oldal, az ott a 2-1 és ugye 4-2 pontokat köti össze. Jó, tehát akkor ugye két egységen emelkedik egyet, tehát akkor ez nyugodtan ki lehetne rajzolni itt is, hasonlóan két egységen egyet emelkedik, tehát akkor az 1-2-ed lesz, tehát épszerűen egyenlő 1-2-ed x plusz b, és akkor x, y helyére beírom, azt kapom, hogy ugye y egyenlő 1, egyenlő, hát 1-2-2 az 1 plusz b, tehát ez nem lesz más, mint b egyenlő 0, tehát itt ez az y egyenlő 1-2x, vagyis az x egyenlő 2y egyenletet adja, az tartó egyenesre vonatkozóan. Negyedik, utolsó, nem lesz más, mint ugye ez itt a 0-3 pont és a 4-2 pont, tehát akkor itt 4 egységen esik egyet, ez tulajdonképpen itt van, az előzőben is volt egy hasonló, 4 egységen esik egyet, azaz az y az egyenlő lesz mínusz 1/4 x plusz b. Akkor természetesen 0-3-at fogom helyettesíteni, ez elég logikus. Könnyebb vele számolni, ez azt fogom kapni, hogy 3 egyenlő, 0-ával szóltunk, az neki esik, úgyhogy b-vel, tehát b egyenlő 3 rögtön meg is van, azaz az y egyenlő mínusz 1/4 x plusz 3-at kapjuk, és akkor itt is ez, hogyha ezt megoldom természetesen x-re, y egyenlő mínusz 1/4 x plusz 3-ot, akkor y mínusz 3 egyenlő mínusz 1/4 x-el, akkor mínusz 4-el, hogyha szorzunk, mínusz 4 y plusz 12 egyenlő x-el kapjuk. Tehát ez x egyenlő mínusz 4 y plusz 12 alakban írható fel. Jó. Nem remélem, hogy itt ezt elég jó untuk, mert annyira jól megy nekünk ez a